köszöntöm a Mezőtúri Városi Televízió nézőit. Önök a Születtem Magyarországon című könnyű zenei műsorunkat látják. 2015. február 7-én szombaton, a pontos idő 20 óra 30 perc. Január 16-án tartottak tájékoztatót a Cseh Tamás program média támogatási alprogramjával kapcsolatban Budapesten. A magyar könnyűzene támogatását célzó program tavaly májusban indult. 8 alprogramból áll, 2014-ben 500 millió forint, idén és a következő két évben 100-100 millió forint jut a támogatott pályázatok koordinálására. A részletekről Krucsainé Herter Anikó, az NKA főigazgatója számolt be televíziónknak. Elindult a Cseh Tamás program, több alapprogram indult el a program keretében. Milyen fontos számadatokat tudna elmondani nekünk? Hányan pályáztak és hányan nyertek ezeken a pályázatokon? Nagy öröm számunkra, hogy elindulhatott a Nemzeti Kulturális Alap keretén belül a Cseh Tamás program. A Cseh Tamás program éves kerete 2014-ben 100 plusz 400 millió forint. 400 millió forintot fordítunk a meghirdetett alprogramok támogatására. Az első alprogramunk a pályakezdő fiatalok videóklip és új zenei felvételének a témái voltak. Itt 201 pályázó nyújtott be pályázatot, ebből 42 támogatott pályázatunk született. Eredetileg 30 pályázót tervezett támogatni a kollégium, 60 millió forint erejéig, viszont olyan magas szakmai színvonalú anyagok érkeztek be, és olyan magas szakmai színvonalon teljesítettek a zenekarok, hogy a kollégium úgy döntött, hogy megemeli ezt a keretet, és 42 támogatottat fog nyertesként, támogatottként kihozni, összesen 80 millió forint támogatási értékben. Én azt gondolom, hogy ez talán az egyik legfontosabb eleme, hogy a fiatal pályakezdő tehetségeket állami támogatás keretében úgy tudjuk segíteni, mármint az állam, hogy ők kicsit ki tudjanak a saját szűkebb körükből lépni, és meg tudják magukat mutatni. Hihetetlen tehetséges fiatalok vannak itt a környezetünkben, és ez egy óriási előrelépés. További 4 altémában, alprogramban hirdetett meg a kollégium pályázati felhívást. Ilyen az előzenekaros pályázati felhívás, ahol összesen 32 pályázat érkezett be, és ebből 18 támogatott pályázat született. Ennek az a lényege, hogy a már befutott, komoly szakmai elismeréssel bíró zenekarok pályáztak támogatásra annak érdekében, hogy a fiatal tehetségek az ő koncertjeik előtt egy meghatározott időtartamban be tudjanak mutatkozni. A következő altéma, ami egy nagyon fontos, szintén talán elsősorban a vidéki élet felpezsdítését szolgáló, az a klub támogatási alprogram. Itt összesen 22 pályázó nyújtott be támogatást, és 18 támogatott pályázatunk lett. Ez azért nagyon fontos, mert azt érezni lehet, hogy igény van arra, hogy egy-egy kis közösség valahol össze tudjon jönni egy klubban, és egy-egy zenekarnak, ottani helyi zenekarnak lehetőséget tudjon biztosítani, és ezt igazából kizárólag csak a vidéki klubok számára írta ki a kollégium. Itt pesti klubok nem pályázhattak. A pesti klubok annyival vannak előnyben, jelentősebb előnyben, mert itt azért nagyon sok az egyetemista és a klub élet azért itt biztosított, míg vidéken ezt újjá kell építeni és újjá kell éleszteni, és az a cél, hogy ne a saját körzetükből fellépő zenekarok jelenjenek meg ezekben a klubokban, hanem más megyéből hozzanak új és új zenekarokat és hallgassák meg, és ez egy szervezett-tervezett program lehessen, és egy kicsit talán a közösséget is jobban építi ez a klubtámogató program. A következő alprogram, amit ma jelentett be alelnök úr, az a média támogató alprogram, ami szintén ezt támogatja és ezt segíti elő, hogy minél szélesebb körben megmutatkozhassanak azok a Cseh Tamás keretében támogatást nyert fiatalok, akikkel elkezdtük ezt a programot. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek a programok, amikről itt beszélünk, ezek egymásra épülő programok, egymást erősítő programok. 3 alprogram pályázati felhívása várhatóan február elején kerül közzétételre a Nemzeti Kulturális Alap portáján. Ez kifejezetten a fiatal tehetségek
szövetségek nemzetközi vásárokon, nemzetközi rendezvényeken való részvételét fogja támogatni. Itt még nem tudjuk, hogy mennyi lesz a beérkező pályázat és mennyi lesz a támogatott pályázók száma. Bízom benne, hogy nagyon sokan már megbarátkoztak az online felülettel, ahol nálunk pályázatot lehet benyújtani. Úgyhogy én bízom benne, hogy sok pályázattal fogunk foglalkozni ennél a három altémánál is. Egy meghívásos pályázatról nem beszéltem még, ez a Cseh Tamás Archívum létrehozása. Ez egy meghívásos pályázat, decemberben beérkezett a pályázat. Erről a kollégium január végén, február elején fog dönteni. Ez összességében 20 millió forintos keretösszegű támogatási lehetőség. A média támogatási alapprogrammal kapcsolatosan mit tudhatunk itt, milyen összeget nyertek a médiumok? Igazából a kollégium rendelkezésére álló keretből egy nagyon pici összeg megmaradt, nem egységes összeget kaptak a médiumok. Ugye a pályázati támogatási igény maximum 4 millió forint lehetett, de volt, aki nem igényelte ezt az összeget, és volt olyan is, amely esetben a kollégium döntött úgy, hogy nem az igényelt 4 millió forintot nem ítéli meg. A kollégium indokait nem tudom megmondani, hogy miért nem. Kevesebb támogatást ítélt meg, gondolom, kevesebb szakmai tartalom elvárás mellett. A program június végéig tart, várható-e folytatás esetleg szeptembertől? Én bízom benne, hogy igen. Az is mutatja, hogy a Cseh Tamás programiroda működésére és a Cseh Tamás programirodára, nem is klasszikus működésére, hanem a Cseh Tamás programirodánál megjelenő kommunikációs feladatok és szervezési feladatokra 3 évre előre a kollégium úgy döntött, hogy 100-100 millió forintot biztosít a Cseh Tamás programirodának. Ez feltételezi azt, hogy a kollégium is úgy gondolja, hogy folytatni kell, és én azt gondolom, ez a személyes véleményem, hogy egy ilyen nagyon jól elindított programot mindenféleképp folytatni kell. Az üres adathordozókból befolyt díj, ami az alaphoz érkezik, ez az üres adathordozók díjának a 25%-a. Biztos vagyok benne, hogy egy jelentős összeg a Cseh Tamás program folytatására lesz elkülönítve, és én bízom abban is, hogy ez nem csak 3 év lesz, hanem elindult egy folyamat, és ez hosszú éveken keresztül építkezik tovább. Ismét Békésvárosában jártunk, ugyanis a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban az alig 3 év alatt nagy utat bejárt Egri Hungary Team zenekar adott koncertet. A csapat 2011 márciusában alakult meg azért, hogy népzenei elemek és különböző stílusok ötvezetével lendületes, könnyen befogadható, kellemes zenét játszon. A zenekar a Cseh Tamás program 2 alprogramjában is sikeresen pályázott. A 2015-ös év tehát nagy lehetőségeket tartogat a Hungary Team számára. Stúdióalbum, videóklipek, illetve egy híres zenekarhoz be tudnak majd kapcsolódni előzenekari lehetőséggel, ami turné jellegű lesz. Hát szép jó estét kívánunk! Mi vagyunk a Hungary Team zenekar Egerből, és hoztunk egy csomó jó kis dalt önöknek, nektek. Szeretnénk is elkezdeni egy Csángó Linda felvonulzással. Tamás program keretében Békésen a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban a Hungary Team zenekar fog koncertet adni. Hogyan tudnád nekünk bemutatni a zenekart, ki milyen hangszeren játszik? Hát ezt egyszerűen egy felsorossal fogom elintézni. Hát 6 tagú a zenekar, van Gyula Márk, ő a perkásunk és dobosunk, hát ő kaunon és kongákon játszik végső soron. Van Gulyás Benedek, ő fúvós hangszereket preferál, furuján, klarinéten, szakszofonon, meg ami a szájába kerül. Van Szeredi Boglárka, ő a hegedűsünk és vokalistánk is egyben, Sas Attila, énekes gitáros, Tóth Tamás, basszusgitáros, és ja, és én vagyok még, igen, én vagyok a Bodnár Daniel, a freestyle énekes vokálos rapperes.
Hogyan tudnád bemutatni a zenekar történetét, mikor alakult a Hungaridim? 2011 márciusában alakult a zenekar, hát ilyen szegről végről csapódott össze mindenki. Úgy tudnám legjobban definiálni, hogy az utcazene az, ami össze is hozott minket, és amit legfőképpen felhasználunk a műsorunkban is. És hát ezen a vonalon építettük tovább évről évre a műsorunkat, így nyíltak meg előttünk a lehetőségek, és próbáljuk tartani ezt a kis improvizatívabb és ilyen fúziósabb előadásmódot. Próbáltam nagyon kerek választani. Igen, a kerekséghez hozzátartozik, hogy van egy kis albumunk, demólemez, igen, Dióhéjban a neve, és pont azért Dióhéjban a neve, mert annyi mindent csinálunk, annyiféle stílus keverünk, hogy nagyon nehéz definiálni, mindig kerülöm ezt a kérdést. Több helyen felléptetek már, és voltatok már külföldön is fellépni. Milyen jelentősebb helyszíneket tudnál kiemelni a fellépési helyszínek közül? Hú, hát hála jó Istennek van honnan válogatni, és az is szerencse, hogy jó koncertek általában, ahol fellépünk. Hát külföldön, Lengyelországban voltunk Lublinba, és voltunk egy másik városban is, aminek nem tudom kimondani a nevét. Azt tudom, hogy még ami... Egerben a Kaláka Fesztivál volt, ami jelentősebb hangulatú volt, és így akkor azt nagyon éreztük. Az A38-on Szabó Balázsról sikerült teltház előtt fellépni, hála jó Istennek, az is egy kiemelkedő eredménynek számít. És hát a rengeteg tehetségkutató, ami viszonylag jó eredményeket értünk el, ebből sikerült egyet meg is nyernünk, de dobogós helyezéseket sikerült összehozni. Igazából így a legnagyobb fénypontok ezek, de szerintem a legfontosabb időszak az talán most következik. Így van, ugyanis a Cseh Tamás program két alapprogramjában is nyertetek. Mit tudhatunk erről, mit tartalmaznak ezek az alapprogramok, és mit jelent számotokra ez? Hát számunkra mindenféleképpen hatalmas lehetőséget jelent a Cseh Tamás program. Két program is érint minket. Hát az egyik az alaptámogatás, ha jól tudom, nem biztos, hogy ez a neve, de a lényeg az, hogy nyertünk stúdióalbumra, klipre, és hát magának, a zenekarnak a promóciójára nyertünk egy komolyabb összeget, amit megpróbálunk minél hasznosabban felhasználni, és megvan minden tervünk, hogy fogjuk ezt megtenni. A második Cseh Tamást érintő program pedig, hogy az Ocsó Macsónak leszünk az előzenekara, ezt igazából ők nyerték, nem mi nyertük, de minket választottak kezdő és egyben előzenekarnak, és ez lesz még, ez egy 10 koncertes történet lesz, és ez most ebben az évben le is fog pörögni. Klippet és albumot is kell készítenetek. Hogy álltok jelenleg az előkészületekkel? Tudjátok esetleg, hogy melyik dalból lesz videóklip? Hát tudjuk, de nem áruljuk el, ez a szokás mondani a tévébe. De az van, hogy igen, tehát hogy nincs olyan nagyon sok időnk erre. Hát már nekiálltunk, meg ezek a fellépések is végülis egy kicsit ilyen próbább jellegű dolgok, hogy most is az új számokat például ide is elhoztuk, egy-két új számot, meg leteszteljük, hogy működik, minket csiszolni esetleg, hogy működik majd jobban. És hát még van rengeteg ötletünk, itt igazából az idő fogja meghatározni, hogy ebből mennyit sikerül majd konkrétan kidolgoznunk. De igazából megvan a terv, tehát azért nyár elejére mindenféleképpen jó lenne az albummal végezni, és magával a klippel is, mert úgy lenne a legopcionálisabb, hogy a kettőt egyszerre hozzuk ki, hogy minél nagyobb hatása legyen úgymond ennek az egésznek. Szóval van bőven munka, be is struktúráltuk nagyjából időben, és hát folyamatosan dolgozunk rajta. Inkább ez a legjobb, hogy folyamatosan. Van esetleg példaképe a Hungaridimnek? Hát személyenként biztos van, mindenki más stílus preferál a zenekarból, tehát én mondanám, hogy nekem a Sub Bass Master a példaképen, mert inkább rappel foglalkozok, de szerintem úgy konkrétan, egységesen talán nem tudnék egy olyan zenekart említeni, akikhez hasonulni, vagy akikhez szeretnénk úgy közelebb állni stílusilag. Egy új stílus kezdtünk el kiépíteni, tehát igazából megpróbáljuk ezt minél jobban és precízebben, és hát elég minél következetesebben majd ezt létrehozni. Nem nagyon tudok. Hát olyat tudok mondani, hogy a világzenében kik azok, akik tényleg példaértékűek, tehát amit elértek, például a Kerekes Bendegerből, vagy a Paddy Enderetz. Vannak világzenében tényleg kiemelkedő zenekarok, akik szintjére szeretnénk elérni, de hasonlóan semmiféleképpen nem szeretnénk egyikhez sem.
A dalok elkészítésénél, megírásánál hogyan zajlik a munka? Van-e valaki, aki a dalszerző, vagy közösen dolgoztok? Hát közösen dolgozunk, improvizációból épülnek fel általában a számok. Hát ez úgy van, hogy végig is mi örömzenélünk folyamatosan, tehát a próbákat is úgy intézzük, hogy úgy adhok módon valaki elkezd egy témát, próbál a másik bekapcsolódni. Persze megvannak már azok az utak, amik már kijártabbak, és azok a stíluselemek, amiket többet felhasználunk, tehát azért nagyjából megvan ennek a koncepciója, de ez mindig aktuálisan alakul ki. Tehát nem nagyon van olyan, hogy valaki hoz egy dallamot, hogy igen, ezt én így gondolom, és te ezt játszod, te azt játszod, hanem próbáljuk ezt azért tényleg közösen felépíteni, és általában ez a leghatékonyabb nálunk. Volt már szerintem arra példa, hogy például nálunk a Gulyás Benedek az, aki szereti ezeket inkább rendszerbe szedni, és ő szeret megírni dalokat, de ő is abszolút úgy áll hozzá, hogy a zenek a többi részére hagyja, hogy mondjuk azokat a szólamokat, vagy azokat a dallamokat ki hogy érzi jónak. Talán ezért is keverednek a műfajok is, és talán ezért lesz egyedi az egész. Így alakulnak ki a számok nálunk. Hogyha hosszú távon meg kellene fogalmazni egy célt, akkor mi a célja a zenekarnak? Hol szeretnétek tartani 5 év múlva? Hát, az biztos, hogy ennél valószínűleg feljebb szeretnénk tartani. Nem tudom meghatározni igazából. Örülünk, hogyha eleget teszünk mondjuk a Cseh Tamás nyújtott a lehetőségeknek. Nem nagyon látok a jövőben. Reméljük minden jól alakul. Nem tudom azt elképzelni, hogy ne tudnánk nagyobb sikereket elérni, de minden esetre megelégszünk azzal, amit most kapunk, mert ez rengeteg, minden meg is kell vele birkózni, de hát országos szinten azért szeretnénk valószínűleg tevékenykedni, tehát minél több helyre eljutni, minél több klubba, minél több koncertre és minél több fesztiválra, ahogy alakul. Hát igazából szerintem azt szeretnénk csinálni, amit eddig is csináltunk 3-4 éven keresztül, hogy örömzenélünk, és ugyanúgy, ahogy felépülnek a számok, mi is próbálunk ilyen improvizatív, kis közvetlen dolgot tartani. Ha ez tetszik az embereknek, akkor valószínűleg nagyobb sikeret fog hozni, hogyha nem, akkor majd elsüllyedünk, fogalmam sincs, de mi jól érzünk magunkat most jelenleg, és 5 év múlva is nagyon jól szeretni magunkat érezni, és az, hogy ezt lássa a közösség is, és ettől is jól érzem magát. Ez a hosszú távú cél. Ma Békésen léptek fel. Milyen dalok fognak felcsendülni a mai műsorban? Milyen dalok? Hát mindenféle. Tehát másfél órás koncertet fogunk adni, ezért a legtöbb számunkat elő kell adni, konkrétan az összeset, amit valaha írtunk, vagy amit valaha összeraktunk. Hát most aztán lesz minden dögével, az biztos. Improvizatívabb részek is biztos, hogy lesznek, tehát lesz ilyen kis freestyle-osabb, kis mókásabb részei is, elhoztunk 2 új számot is, lehet, hogyha úgy alakul, még a félkészeket is bevetjük, de most az összes számunkat elhoztuk, amit valaha írtunk és csináltunk, amiben lesz regisebb, lesz lazább, lesz folkosabb, lesz charleston-os is, mindenféle dolog lesz igazából.
Műsorunk végéhez közeledve szemezgessünk az elkövetkezendő időszak programjaiból. Február 21-én két koncertet is megrendeznek Szolnokon a Tisza moziban a Cseh Tamás program keretében. Elsőként a 2007-ben alakult Maszkura és a Tücsök Raj lép fel. A csapat az újkori magyar dalszerző zenekarok egyik legmagasabb művészi színvonalon zenélő bandája, mely folyamatosan sikerrel koncertezik a hazai klubokban és fesztiválokon. Emellett az Elefánt zenekarral is találkozhat a közönség Szolnokon, a csapat 2012. januárja óta Budapesten együtt zenélő, egyébként szombathelyi gyökerű fiatalokból áll. Február 14-én Szarvason a Naked Truckers lép majd fel. A zenekart Tommy Fox dobos alapította 2009. októberében. Mitch Barty és Little G csatlakozott hozzá, hogy valami igazán ütőzenét játszanak Tommy Gödöllői garázsában. Hamarosan koncertezni kezdtek a helyi klubokban és kocsmákban, és gyorsan elterjedt az együttes híre. Ezután készítették első felvételeiket, amelyeket később Tommy összegyűjtött From the Garage címmel, és elindultak első külföldi turnéikra. Február 20-án Békés Csabán Tóth Vera és az Éles Gábor trió ad koncertet. Akik 2013 nyarán kezdték meg közös zenei anyaguk felvételeit Várik László stúdiójában. Éles Gábor egyedi szerzeményeit Tóth Vera tiszta, mély művészi beleérzéssel és azonulással énekelte lemezre az altal szerzővel. A szerző egyedi dalainak tolmácsolását Móri Attila dobos és Skladányi András basszusgitáros, dinamikus és mesteri játéka teszi teljessé. Köszönöm figyelmüket, önök a Születtem Magyarországon című műsorunkat látták. Egy hét múlva február 14-én Bodor Márta várja majd önöket könnyű zenei műsorral itt a Mezőtúri Városi Televízióban. További szép estét kívánok mindenkinek, viszontlátásra!